Akkor bele is csapok az előadásomba, ami ugye az egészségügyről szól, és azon belül a természetes gyógymódokról. Ja igen, ezt én tudom szabályozni. Szóval a fő kérdés az az ugye, hogy le tudunk, és milyen mértékben, és miért is kell leválni a szokásos egészségügyről. Hát leginkább azért kell leválni, ugye, mert a gyógyszeripar és az egészségügyi világszervezet átvette az irányítást. A magyar emberek helyi kórházában, helyi praxisában a betegellátás fölött. És ez sajnos egy seregnyi visszaélésre ad okot. Ugye ez észrevétlenül beférkőzött már beférkőzött már ugye az orvosképzésbe, a tudományos életbe, és a jogszabályokba ugye. Évtizedek óta csinálják ezt, szépen lassan mindenhová berakták azokat a passzusokat, azokat az előírásokat, amelyek segítségével hát az ő akaratuk, illetve az ő tanításuk érvényesül. Ha az valaki ennek utána olvas, akkor lehet tudni, hogy valamikor a múlt század elején, 20-as évek tájékán kezdték el birtokba venni az egész orvosképzést, és kitisztítani ugye a természetgyógyászatot. Amerikában például a hagyományos természetes gyógymódokat kitisztítani az orvosképzésből. Aztán az orvosszakmai testületek, amelyeket tudjuk, hogy a gyógyszergyárak tartanak fenn, ők fizetik a járványpolitikát, ugye, amit most megtapasztalhattunk a COVID kapcsán. És hát ennek kapcsán ugye tudhatjuk, hogy a COVID járványnak nevezett áljárvány az valójában megbukott, ez egy tesztjárvány volt, egy oltásbiznisz volt, valójában minden pontja megbukott már, tehát nincs olyan tétel, amire azt lehet mondani, hogy ez viszont igaz. És sokáig, amikor én mindig nyilatkozgattam, akkor az ügyvédem mindig csítított, hogy csak azt nem mondjam, hogy nem volt járvány. Én megmondtam. Aztán persze lettek is belőle eljárások, de igazam volt, nem volt járvány. Tehát az a járvány nem volt, amiről ők beszéltek. Nátha, influenza az volt. De így utólag most láthatjuk, hogy olyan járvány, amiről ők beszéltek, hogy végzetes, valami olyan, amit eddig nem láttunk, meg hasonló, ilyen nem volt. Akik meghaltak, és ez a következő kérdés mindig, akik meghaltak, azok azért haltak meg, mert a kezelésbe haltak bele. Kórházi kezelésekbe. Szinte nem tudnak olyat mondani, aki meghalt, és nem a kórházba halt meg. Olyan gyógyszert kaptak, olyan eljárással vezették őket, elzárták félelemben, rátették a lélegeztetőgépre, és akkor azzal kivégezték, hogy az 80%-ban halálos volt. Ezt magyar sajtó leírta. Aztán ugye azóta lelepleződött a gyerekkori oltásbiznisz is, amely mögött szintén a teljes gyógyszeripar, az egész tudományos élet elbukott, hiszen evidenciákra hivatkoznak, miközben nyoma sincs az evidenciáknak a gyerekkori oltások körül. Ezeket a protokollokat, ezeket ráerőltették az egész egészségügyre. Nagyon sok orvos ugye vakon híve ebben ment a nyáj után, és erőltette az embereknek egy csomó etikátlanságot elkövetve. A tömegpropaganda, ugye a mainstream média szintén be volt avatva, és nyomták az egészet. Megbuktak a szűrővizsgálatok is. Ugye ez az egész PCR-tesztelés, ez nyilvánvalóan egy hamis dolog volt, de azóta most látjuk, hogy kihoztak egy olyan jogszabályt, amiben a szűrővizsgálatokat bárkivel erőszakkal megcsináltathatják, vagy olyan büntetéseket szabhatnak ki, amiben tönkre mehet bárki. Na, ez is egy összeesküvés sajnos, nem
összeesküvés elmélet, hanem összeesküvés, és láthatólag ugye ezzel építik ki az egészségügyi diktatúrát. Tehát az állami orvosokban nem tudunk, sokan nem tudnak most már bízni. Az orvos társadalom tagjai sajnos terelhető birkákká váltak, etikátlan, bugyuta működéssel. Egységes gyógyszeripar által irányított protokollokat követnek. Ez olyan szintű, hogy már az egészségügyi miniszter se kell hozzá, hanem elég a belügyminiszter, ha elvezeti ezeket a gondolkodásuktól megfosztott orvosokat. Tehát ebbe a rendszerbe bemenni csak jól meghatározott célokért szabad, és csak szükség esetén. Nyilván, ha valakit baleset ér, infarktusa van, vagy hasonló, akkor muszáj bevonulni, de azon kell törekedjünk, hogy minél hamarabb létrejöjjön egy olyan ellátási rendszer, amiben ezeket is tudjuk esetleg nyújtani. Az orvoslásból, ami leginkább hiányzik, az a megfelelő paradigma. Ugye csak az evidencia alapú orvoslás van. Az életmód orvoslás, tehát a szokások, a mozgás, az életszemlélet, a táplálkozás, a salaktalanítás, stb. Ez hiányzik. A dietetika jelentősége az arra szokott korlátozódni, hogy mit ne adjonak neki, amitől nagyon romlik az állapot, de hogy gyógyítson, az egyáltalán nincs benne a dietetika elvei között. Tehát például a böjt, amely évezredek során mindig a megfelelő, legerősebb gyógymódok közé tartozott. Ha böjtöl valaki, akkor a szervezet képes energiát kap ahhoz, hogy gyógyulni tudjon. A növényi étrend, a bio élelmiszerek, különböző élelmiszereknek a gyógyhatása, ugye ezeket ma egyáltalán nem alkalmazzák. Vannak gyógynövények, amelyek rendkívül hatékonyak, ugye Zoli ma beszélt róla a gyógynövény felismerő túrán, de hát ennek van egy óriási tudománya, és hát minden gyógyszeripar innen indult. Az első gyógyszer, amit létrehoztak, azok a szalicilátok voltak, ugye a kalmopirin és társai az 1800-as évek végén, és azt a fűzfa kérgéből, illetve a legyezőfűből állították elő, ebbe vannak szalicilátok, a fűzfát úgy hívják, hogy Salix alba, a kérgét úgy, hogy Salicis cortex, ebből lettek a szalicilátok, ez volt az első gyógyszer, majd később ugye rájöttek, hogy az olajipari termékeket, a maradványokat még jobban fel tudják használni, mint magát az egész olajat, úgyhogy ebből aztán csinálták a gyógyszeripart, és erre alakították át az orvoslást. Aztán vannak természetes injekciós anyagok is, vannak egyszerű fizikális eljárások, ugye a népi orvoslásban, a magyar hagyományos gyógyászatban is benne vannak ezek az izzasztó, kunyhó, különböző, az északiaknál ugye a szauna, vízkúrák, amit a németek és a nagyon sok nép művelt, a manuálterápia, ami a csontkovácsolásnak a modern megfelelője, masszázsmódszerek, amelyek szintén tudnak gyógyítani. Lásd például az ajurvédikus masszázsokat, beöntések, a kolonhidroterápia, tehát nagyon sok ponton tud kombinálódni a modern technikával az ősi eljárás, és ezeket kell ugye újra előszedni. Aztán vannak pszichológiai módszerek, amelyek határterület és egy önálló tudomány, de szintén alkalmazható abban a rendszerben, ahol a gyógyszereket akarjuk eltávolítani. A gyógynövények, antioxidánsok, hiányzó ásványok, nyomelemek, ezek pótlása, a bélflóra ugye teljesen tönkre megy a sok kémiai anyag és mesterséges élelmiszer, meg nem megfelelő életmód miatt, gyógyszerek miatt. Az oltások mellékhatásait kell csökkenteni. Tudjuk, hogy COVID-oltásoknak egy jelentős része beépítette a DNS állományba a pusztító gént, és hát nyilván ezt eltüntetni már nem lehet, de lehet csökkenteni a rossz hatásait. Az én tapasztalatom a saját praxisomban az, hogyha többet teker az illető az egészséges életmód irányába, mondjuk ezekkel a módszerekkel, akkor el tud érni a nulla pontra, amin lett volna előtte, hogyha nem adatta volna be az oltását.
Tehát lehet csökkenteni a rossz hatásokat, mert minél felkészültebb, minél fittebb a szervezet, annál inkább tudja közömbösíteni ezeket a káros tényezőket, amit folyamatosan termel a beépült gén. Salaktalanító kúrák vannak, ebből ugye a legjelentősebb a böjt, de nagyon sok minden más is van, izzasztó kúrák, az indiai ajurvédikus pancsakarma módszerek. Aztán a testsúly az egy nagyon fontos dolog, hogy az normalizálva legyen, minél több a testsúly felesleg, annál sérülékenyebb. A McCallow nevű amerikai ismert kardiológus, hogyha biztos láttak videókat tőle, nagyon sok videót csinált, ő is kezdettől az ellenállók között volt orvosként. Ő azt mondta, hogy a következő merényletekre úgy tudunk leginkább készülni, ha a testünket a legegészségesebb állapotba hozzuk. Tehát a legnagyobb egészségi állapotot kell elérni, mert a saját védekező képességünk az, ami leginkább gátat tud szabni ezeknek a merényleteknek. Tehát a testsúly egyik olyan nagyon egyszerű dolog, ami ugye nyilván gyakorlatban meg kell küzdeni érte, de hogyha azt az ember újra normalizálja, akkor azzal nagyon sokat tett az egészségért. Mozgásprogram, ugye nagyon sokféle mozgástípus létezik, és ezeknek külön tudománya, művészete van. A neurálterápia egy nagyon egyszerű helyi érzéstelenítővel, híg helyi érzéstelenítővel végzett kezelés, amivel gócokat lehet kiiktatni. Aztán, tehát az egy injekciós technika, amit orvos kell tud végezni. A káros szokások nagyon egyszerű, szintén ugye elhagyni, káros implantátumokat eltávolítani, ugye sokszor vannak ilyen mélyben, meg fülben, meg hasonlók. Ezeket, ha az ember kiveszi a szervezetből, akkor nagyobb képességet szerez a regenerációra. Tehát a szervezet öngyógyító képességének a felélesztése, ez egy feltétlen célunk. Az immunrendszert kell erősíteni, a blokkádokat megszüntetni, mert ugye van egy szabályzás a szervezetbe, ezt a szabályzást megtörik azok a blokkádok, amik ott vannak, régi lezajló gyulladások hegei, ilyen beépített protézisek, különböző felesleges anyagok, hát ugye a fogászat is egy nagy terület, amiről külön előadássorozatot lehetne tartani, salaktalanító kúrák. A pszichológiai kultúrát kell fejleszteni, ugye az önismeretfejlesztés, stresszkezelés, életszemléletünk fejlesztése. A legfontosabb talán ez, hogy az életszemléletemet kell fejleszteni. Mi a helyes életszemlélet, ki tudja? Mi az, ami leginkább működő életszemlélet? Vallás? Világnézet? Mindegy, az a lényeg, hogy amivel bármit meg tudok oldani az életben. Úgy, hogy nem dekompenzálódom, nem esek össze, nem omlik össze a világ. Jön egy új helyzet, egy új szituáció, és az én életszemléletem olyan, hogy arra is van magyarázatom. Ha ez nincs meg, akkor az az életszemlélet nem életre való, nem elég, és az nem tudja megvédeni az embert. Akkor az két dolog van a természetgyógyászaton belül. Egyik az öngyógyítás, hogy mi mindent tudok magam helyrehozni, orvos nélkül. A másik, az pedig a természetgyógyászathoz is értő, vagy azzal egyetértő orvos segítsége. Tehát vannak módszerek, amiket nem tudok magam elvégezni, és vannak szemléleti dolgok, amelyeket az orvos kell, hogy megadjon. Ugye természetes anyagok, spiritualitás, hit, életszemlélet, energiák, az önkontroll nagyon fontos, ugye? Tehát ebbe a közösségbe, ugye többször szó volt a közösség alakításról, és arról, hogy mitől fog ez működőképes lenni. Hát leginkább attól tud működőképes lenni, hogy megfelelő toleranciával rendelkezünk a más életszemléletűek irányába, és megfelelően tudunk szeretettel viszonyulni a többi tőlem különböző szemléletű emberek felé. Salaktalanítás, lélek egysége, saját folyamatok támogatása. Honnan jönnek ezek a dolgok? Ugye a magyarság ősi orvoslásából, a gyógynövények, hang, izzasztás, ima, köpöly, tű, ezeket használták a
előink, a ősi ajurvédikus tibeti, kínai, japán, tehát indián, tehát távoli gyógyászati rendszerektől, aztán az európai természetgyógyászatból, az antropozófia egy fontos európai láncszem, homeopátia, vannak más természetgyógyászati módszerek, amelyek időközben csatlakoztak a tudáskincshez, modern diagnosztikai gyógyszeres műtéti orvoslás, amikor épp szükséges, aztán vannak ilyen nagyon modern technikák, mint a medbegyágy, amely állítólag mindent helyre tud hozni energetikai szinten. Állítólag a Trumpot is abba fektették be, amikor valami nagy baja volt. Aztán mi kell ahhoz? Ezt erről inkább most nem is beszélek, mert ez az időm nincsen annyi már. Tehát ugye a mérgezéseket azt meg kellene szüntettessük, ugye, tehát a chemtrail az egyik ilyen, amivel folyton mérgeznek bennünket, a kötelező oltások, amelyek extrém túlterhelik az immunrendszert és a szabályzó folyamatokat, az élelmiszer adalékanyagok, maga az élelmiszeripar, a génmódosított élelmiszer összetevők, az értelmetlen gyógyszeres protokollok, az ivóvízbázisokat szennyező források, a fluorozás. Aztán ugye van ez az oltáskivezetés dolog. Hát itt minden gyakorlati és elméleti dolgot össze kell szedni. Ugye vannak jogászok, akik azt mondják, hogy ilyen nincs is. Én azt gondolom, hogy ezt azért az orvosoknak kell eldönteni elsősorban. Tehát az oltás által bejuttatott anyagok egy részét biztosan lehet csökkenteni, kiválasztani, megkötni, lehet a szervezet figyelmét másfelé fordítani. Én is nagyon sok ilyen anyagot látok a vérben, ugye mindenkinek végzek ilyen mikroszkópos vizsgálatot, és akkor látjátok, hogy ezek az anyagok nem odavalók, tehát ez biztos, hogy a vérben magától ilyen nem lenne. Sajnos nagyon lassan ürülnek. Ezek oltottak. Igen, ez egy oltottnak a vére. Igen, tehát a legkülönbözőbb dolgok egyre gyakrabban előfordulnak. Sajnos már oltatlanokban is van. Tehát mindenképpen fertőzik egymást. De csökken, ahogy halad előre a folyamatban, a terápiás folyamatban. Az öngyógyítás, ugye az egyik, azt mondtam, ez az egyik fele, az öngyógyítás, immunerősítés, fájdalomcsillapítás, gyulladáscsökkentés, vérnyomáscsökkentés, hormonegyensúly, bélfal átjárhatóságának a megszüntetése, a bélflórának a javítása, emésztési panaszok csökkentése, intolerancia csökkentése, súlybeállítása. Na ezeket mind el lehet érni hozzáértéssel. Természetesen ahhoz, hogy valaki ebbe belerázódjon, ahhoz valami tanfolyamokra lesz szükség, és ezen fogunk munkálkodni az elkövetkező időben, hogy mind az átlag lakosság, mind pedig a szakemberek számára olyan tanfolyamokat tartsunk, amivel előbbre jutunk a természetes gyógymódoknak az alkalmazásában. A lébőjt például az egyik ilyen nagyon egyszerű dolog, rövid lébőjtöt orvosi segítség nélkül is lehet végezni, táplálkozást, szemléletet lehet alakítani. Nekünk van egy könyvünk, az ott megtalálható a sarokban, ami lébőjtözésről szól. Természetesen a hosszabb bőjtök, mint amit én alkalmazok, általában 3-6 hét, az jó, hogyha legalább első alkalommal orvosi felügyelet mellett történik. És akkor vannak a professzionális gyógyításnak a dolgai, tehát természetgyógyászok, orvosok, asszisztensek, dietetikusok, pszichológusok továbbképzése a gyógyszermentes orvoslás irányába. Tehát bizton tudom állítani, hogy a legtöbb betegséget, pláne ha időbe fogunk hozzá, hozzáértő orvos meg tudja szüntetni gyógyszerek nélkül, vagy nagyon kis gyógyszeres részvétellel. Ugye amiben szükség van az ilyen orvosokra, az a diagnosztika, a vizsgálatoknak az elvégzése,
nyilván a kevés megterheléssel járókat részesítjük előnyben, illetve vannak komplementer orvosi, vagyis természetgyógyászati vizsgálatok, mint az előbbi mikroszkópia is volt. Aztán vannak a parenterális beavatkozások, már említettem a neurálterápiát, az akupunktúra, a sebészet, infúziók, injekciók, a fülorgégészeti beavatkozások, fogászat, nőgyógyászat, szülészet. Tehát ezek nem elkerülhetők, hogy hozzányúljanak a bőr vagy a nyálkahártyának az épségéhez. Aztán a manuális medicina vagy a csontkovácsolás, az jó, ha orvos kezében van. És hát a terápiáknak a vezetése, hogy mikor mi következik, és mit kell, mi a következő lépcső. És ilyen tudományos és szakmai viták ugye az UIMOK-ban, illetve a MIMSZ, a Magyar Integratív Medicina Szövetség, vagy az új Magyar Orvosi Kar keretén belül tudnak majd kialakulni. Példa, a bőtkúra 3-6-7 univerzális gyógymód, ideális életmódváltási pont, rengeteg betegséget meg lehet vele szüntetni. Tehát alig van olyan, akinél eredménytelen. Ha valaki végigcsinál egy ilyen hosszabb bőtkúrát, akkor általában minden panasz csökken. És ezt szó szerint lehet érteni. Gyulladások, fájdalmak, duzzanatok, közérzet, depresszió, stb. Minden tud javulni. Akkor a gyógynövények, például hatékonyak emésztési panaszoknál, kurkuma, cickafark, ugye láttuk reggel a gyógynövénytúrán, körömvirág, orbáncfű, kutyabenge, utifű, és így tovább. Ízületi gyulladások csökkentése, bozvélia, fűszfakéreg, legyezőfű, gugul, lepkeszegmag, nikantusz, arbortrisztis, szangrededrágó, ez a sárkányvér, jakon, tehát ezek a dél-amerikai, indiai gyógynövények, ugye, amik szintén bejutnak ide Magyarországra, rendkívül hatékonyak, tehát fölérnek a steroid tartalmú gyógyszerekkel. Vérnyomás csökkentése fagyöngyel, olívalevéllel, andrografisszal, indiai bazsalikon, picaopreto, rodiola, rengeteg jó gyógynövény és szer van. Jó, tehát akkor az összegzésem pedig az, hogy az orvosi gyakorlat változtatása elkerülhetetlen, rendelkezés áll óriási ősi tudáskincs, amelyet meg kell tanuljon az érintett és a szakember is, ehhez oktatásra van szükség. A kiképzéshez szükséges személyzeti állomány véleményem szerint megvan. Beszélni kell a lehetőségekről, növelni az igényt és a kínálatot. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor, hogyha van esetleg kérdés, akkor egy pár percben még tudunk. Igen. Tanárként dolgozom Veszprémben, és arra köteleztek annak idején, hogy PCR-tesztnek vetessem magam alá. És PCR-teszt. Igen. És ezt követően lettem covidos. Van-e okokozati összefüggés? Tehát ez most tőlem csak vett, vagy kaptam is valamit, amikor PCR-tesztem volt? Nem haragszik meg, hogyha, vagy nem haragszol meg, hogyha keményen fogalmazok, hogy covidosság ilyen nem volt. Az, hogy valaki covidos lett, az mi alapján derült ki? A PCR-teszt alapján, nem? Az meg kamu. Tehát az kamu. Akkor mi volt a covidosság? Hát az a covidos, akit PCR-teszt alapján covidosnak minősítettek, de az igazából a tünetei semmi specifikusságot nem mutattak, az egy náthás, influenzás, elesett, vírusfertőzött ember volt. Ilyen volt természetesen. És az, sajnos a tesztek és az oltások után egyre gyakrabban lett, mert az ellenálló képességét gyengítették vele. Csak azt mondom, hogy a PCR-teszt azért is veszélyes, egyből orrba erőltették, tehát ezt mindenki látja, hogy ez butaság. Addig évtizedeken keresztül csak nyálból vették. És ugye a PCR-teszteket gyártottak Kanadába, vittek mindenhova, Kínába hoztak, és gyakran találtak. Például a grafénoxid szinte mindig volt rajta. Ugyanakkor ez nem
egy pamacs volt, hanem le volt nyírva, és karistolós volt, tehát fölsértette, hogy DNS mintavételt tudjanak venni, és gyűjtötték. Amerikában egy cikket találtam annak idején, ami azt írta, hogy 10%-át vitték, küldték el DNS vizsgálatra tovább. Tehát ha 10%-ot elismernek, akkor gyakorlatilag 100%-ot azért csináltak, hogy begyűjtsék. Most is erről szól. Tehát most, ami ellen most tiltakozunk, hogy majd a kötelező ugye, vizsgálatok, amiket majd engednek, ezeket mind mennek számítógépes rendszeredbe, az adatok, akár a végbél, a hüvelyből, bármit, mammográfiából, kiértékelik, és nekik ez kell mindig. Lehet, hogy a szövettani metszetek, amit vesznek, azt is begyűjtik, azt is elviszik, elemzik, mert ő nekik ez a minden, hogy kielemezni minden népcsoportot, mindenkit megcsinálni, és megtalálni azt közt, amit már alkalmaztak mondjuk például Izrael környékén, hogy bizonyos népcsoportokat betegít meg csak az a betegség, tehát úgy próbálják kidolgozni, de nem kell félni, mert a természetes immunitásunk olyan jó, meg a Isten hitünk, ha megvan, hogy meggyógyulunk. Jó, köszönöm, csak mondtam. Okay. Köszönöm. Egy kérdést hadd tegyek fel. Közismert szintén adatokkal igazolható, hogy a páciensek vagy a lakosság, amivel házi orvoshoz fordul, azt mi a mi módszereinkkel 90%-ban feleslegessé tudnánk tenni. Tehát táplálkozás, bőtkúra, gyógynövények, életmódtanácsok és így tovább. Tehát 90%-ban fölösleges elszaladni az orvoshoz, hogyha tudom ezeket a módszereket az öngyógyítás szintjén. Kezed fel, hányan jönnének el egy öngyógyítással foglalkozó alaptanfolyamra? Na, ez már egész jó. Ellenpróba, ki az, aki nem jönne el? Jó. Köszönöm szépen, nagyon elégedett vagyok. Én pont az előző témához szeretnék egy kérdést tenni, hogy azok az vizsgálatok, amik behatolással és a belső szervezetnek a különböző behatolással, hát tükrözés és egyébre gondolok, azokat nem használhatják fel úgy, mint a tesztet is, hogy közben fertőznek is vele, vagy bejutatnak a szervezetbe olyasmit, amit az orvosok nem tudnak, mert nem tudják, hogy ezeket az eszközöket, amikor előkészítik, hogy fertőzik meg. Hát ez az, amiről ugye mindig beszélünk, hogy miért veszett el a bizalom az orvoslás és az egészségügy iránt. Azért, mert becsaptak bennünket, mert olyan dolgot garantált az orvos, aki csinálta, amit ő maga se tudott. Mert lehet, hogy nem ő volt a tettes, hogy úgy mondjam. Tehát mondjuk egy PCR-tesztet, hogyha fölkent a garat, felső garatfalra, és az meg volt töltve. Tudjátok, az elején lehetett látni olyan videókat, ahol a szlovák tudósok mikroszkópos felvételekkel igazolták, hogy az nem vatta volt a PCR-tesztnek a végén, hanem ilyen üvegszálak voltak. És cső volt. Tehát amikor hozzáértették a nyálkahártyához, akkor az eltört, és abból kifolyt az az anyag, ami benne volt. Na most én nekem volt több olyan betegem is, akit egyszer, kétszer vagy egészen sokszor teszteltek, és túlbórákos lett, mint azok, akiket beoltottak. Tehát biztos, hogy nem minden PCR-teszt volt ilyen fertőzött, de hogy voltak ilyenek, az egészen biztos. És hát ugye elveszett ez a bizalom, ez az alapvető bizalom elveszett, hogy most én bemegyek a kórházba, és akkor most is volt a napokban valakinek a posztja fönn, hogy bement a kórházba, azt mondták neki, hogy tetanusz injekciót kap, francia, ugye? És közben nem tetanusz injekciót kapott, hanem olyan hármas kombinációt, amiben benne volt a tetanusz is, meg benne volt a Covid is. Na most én szerintem egyébként már tök mindegy, hogy hármas kombinációt adnak, vagy csak tetanuszt adnak, mert szerintem mindegyikbe beleteszik ugyanazokat a merényleteket. Tehát semmi nem biztos. Tehát a Tibinek a kérdésére válaszolva azt tudom mondani, hogy ez a szándékunk, le kell válni az egészségügyről, mert ha nem válunk le, hanem fölöslegesen használjuk, oda rohangálunk, akkor biztos a nagy számok törvénye szerint valamivel csapdába ejtenek. Nem ők,
hanem akik azt az egész rendszert irányítják. Akik elérték azt, hogy a magyar belügyminiszter kiad egy olyan jogszabályt, hogy mindenkinek kötelező a tesztelés, aki, amit ő elrendeli. Ő elrendeli. Hát biztos nem ő rendeli el. Biztos nem ő szopta az ujjából, hogy most kötelezni kell az embereket tesztelésre. Olyan dolgokban tesztelésre, aminek semmi köze a járványhoz. Tehát senkit nem veszélyeztet, ha ő neki vastag béldaganata van. De kötelezni akarnak mindenkit, hogy a vastag béldaganatot egy igen veszélyes módszerrel szűrje. Azon túl ugye begyűjtenek szövetmintákat. Azzal mit csinálnak, az hova kerül, ezt megint ugye nem tudja az ember. Tehát egyszerűen a bizalom veszett el. Jó, egy utolsó kérdés, jó, mert akkor ne csúszunk el. Ja, bocsánat, nem. Föl a zöldre, igen. Igen. Csak annyit ugye tudjuk, a új orvosi kamara szerveződik. Hogy viszonyul ez a régihez? Milyen jogosítványokat tudtok ezáltal elérni? Az orvosok aránya hogy viszonyul a régiben, meg az újban? Tehát pár szót erről mondanál, hogy mit tudunk ebből érzékelni, jó dolgot? Igen. Hát az új magyar orvosi kar 10 fővel indult. 10 fővel indult tavaly év végén. Most vagyunk 28-an, 29-en talán. Tehát gyarapszik, egyáltalán nem vagyok elégedetlen. Azt remélem, hogy évvége tájékán el tudjuk érni talán a 100 közelében való létszámot. Tudom azt biztosan, hogy nagyon sok orvos van már, aki rájött erre a csalásra. Aki már tudja, hogy mi történt, de nem mer lépni. Félti a fizetését, félti a előre menetelét, a pozícióját. Ugye nem tudjátok elképzelni, de rendkívül nagy csábító erő ez az egészségügyi akol, ez a nyáj, hogy én bent vagyok, és akkor fölveszem a telefont, és szólok a X havernak, és akkor fogadja a betegemet, és akkor visszaír egy papírt, ami alapján én tovább tudom küldeni. Szóval, hogy ez a rendszer, hogy ő neki a felelőssége megoszlik, és csak arra a pici dologra korlátozódik, amihez tényleg ért, azt nem szívesen hagyja ott egyik sem. És mindig tudni kell azt, hogy egészen más dolog egyetérteni magamban, egyetérteni mások felé kinyilvánítani ezt, vagy bátran kiállni és azt mondani, hogy ezek hazudnak. Szóval ezek különböző lépcsőfokai a megvalósításnak. És hát sajnos azt kell mondjam, hogy ebben a lépcsőzésben elég lassan haladnak az orvosok, de egyre többen leszünk, egyre több mindent fogunk csinálni, és az egyre több ember, kolléga figyelmét kelti föl. Ugyanúgy akarunk működni, mint egy normál orvosi kamara, csak jobban. Tehát nem ezzel a csalással, ugye most is a Magyar Orvosi Kamara az valamit fölállított valami infrastruktúrát, hogy a gyerekorvosokat megvédje, akik nem hajlandók kiállítani az igazolást, hogy a gyereket nem szabad most beoltani. Tehát ugye vannak tényleg olyan esetek, amikor abszurdum, hogy erőltetik a gyerekre a következő oltást, amikor nyilvánvaló, hogy ártott neki az előző is, és mégis kitérnek ezelől, és azt inkább beoltatják. Tehát erre mondja az Angelika, ugye, hogy a szentehén nyájimmunitás, mert ez az, amiért beáldoznak gyerek ember életeket, csak azért, hogy úgymond a nyájimmunitásnak megfeleljenek, ami nincs is. Szóval, hát ezt tudom mondani rá, hogy haladunk, és majd lassanként alakulni fog. Köszönöm szépen a figyelmet.